Szeptember 1-én ismét becsengettek, megkezdődött a 2023-24-es tanév az iskolákban, valamint a nevelési év az óvodákban. Mostantól kezdve a reggeli, illetve a délutáni órákban megnő a forgalomban résztvevők száma az iskolák, óvodák környékén. Mészáros Tamás főhadnagy, a Püspökladányi Rendőrkapitányság kommunikációs munkatársa fokozott óvatosságra hívta fel a közlekedők figyelmét. Szeptember 1-ével ismét megkezdődött az iskola. Szeretnénk felhívni a figyelmét mindenkinek arra, hogy kicsit figyelmesebben közlekedjenek, mert sokkal többen vannak most már az utakon, akár kerékpárosok, akár gyalogosok, akár gépjárművezetők. Csak tanácsként szeretném az autóval az iskolába vagy az óvodába közlekedőknek javasolni, hogy egy pár perccel induljanak el korábban, hogyha parkolóhelyet keresnének, akkor lehetőség szerint legyen rá idejük, ne kelljen mindig sietni. Püspökladány város központjában a közlekedési körülmények megváltoztak. Szeretnénk felhívni a gépjárművezetők, kerékpárosok figyelmét, hogy a megváltozott körülményeknek megfelelően közlekedjenek. Szeptemberben rendőrök és polgárőrök ügyelnek a biztonságos közlekedésre. Szeptember hónapban a Püspökladány Rendőrkapitányság munkatársai a polgárőrökkel közösen iskoláknál és az óvodáknál teljesítenek szolgálatot a reggeli órákban, illetve a délutáni órákban, hogy segítsék a közlekedést, illetve lehetőség szerint még biztonságosabbá tegyék a gyalogátkelőhelyeken történő átkelést, illetve a parkolást. A gyalogosok és kerékpárosok figyelmét is szeretnénk fölhívni arra, hogy amikor már nem teljesítünk szolgálatot a iskolák környékén, vagy a gyalogátkelőhelyeknél, akkor is kicsit figyelmesebben és türelmesebben közlekedjenek. A kerékpárosok a gyalogátkelőhelyek előtt szálljanak le, és tolják át a kerékpárt.